Újabb magyar mentőcsapatok érkeztek haza Törökországból, a katasztrófavédelem Hunor mentő szervezete csaknem egy hetet töltött a földrengés sújtotta területen. Ez alatt 17 túlélőt, köztük 3 gyereket mentettek ki. A református szeretett szolgálat kutató mentőcsapata is hazaérkezett, ők 5 túlélőt találtak a romok alatt. A mentőcsapatok tagjai azt mondták, felemelő érzés volt segíteni a bajban. Csaknem egy hétig megállás nélkül éjjel-nappal túlélők után kutattak a Hunor mentőszervezet tagjai Törökországban. A mentés több megható pillanatát az M1 kamerája is rögzítette. A mögöttem látható férfiak kapával és ásóval próbálnak másfél méternyi törmeléket elhordani, mert az egyik jelentés szerint talán van ott valaki, és talán életben lehet. Múlt szerdán például egy sérült fiatal nőt találtak a romok alatt, akit élve sikerült a felszínre hozni. A Hunor mentőcsapat tagjait a terrorelhárítási központ speciális egységei is segítették. A mentőegységet szállító katonai gép nem sokkal vasárnap éjfél után szállt le a Liszt-Ferenc repülőtéren. A mentőcsapat tagjai azt mondták, felemelő érzés volt segíteni a bajban. Valami elképesztően csodálatos érzés volt, amikor egy-egy élőt sikerült kihoznunk. A hozzátartozók is, nem csak a hozzátartozók, teljesen ismeretlen emberek jöttek oda hozzánk, és nagyon jó érzés volt, hogy nagyon szeretnek minket. A hazaérkező csapatot a repülőtéren a honvédelmi miniszter fogadta. Szalai Bobrovinicki Kristóf megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a mentésben. A magyar ember olyan, hogy segít egymásnak, és segít országon belül és országon kívül is. Láthattuk ezt a Covid idején is, láthattuk az Ukrajnában sújtó háború során az ideérkező menekültekkel kapcsolatban, és most láthattuk Törökországban is, hogy ezek a kiváló magyar férfiak és hölgyek kimentek, és a tudásuk legjavát adták azért, hogy segíthessenek. Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára azt mondta, a magyar mentőcsapatok számtalan családnak adták vissza a reményt, néhánynak pedig családtagjait is. Hozzátette, a segélyakciók tovább folytatódnak Törökországban. A török kormány közé tette a felhívását, hogy mi az, amire szükségük van hosszú távon, akár egészségügyi felszerelésben, takarókban, ruházatban és egyebekben, úgyhogy ezt is megvizsgáljuk, hogy ezek közül a kérések közül miket tudunk teljesíteni, és amit tudunk, azt természetesen teljesíteni fogunk. Megvan, Úristen! Az elmúlt napokban a szeretett szolgálat kutatómentő csoportjának tagjai is gőzerővel dolgoztak a törökországi földrengés sújtotta területeken. Izgatottan várták családtagjaik a magyar református szeretett szolgálat kutatómentő csoportjának tagjait is. Ők is szerencsésen hazaérkeztek vasárnap este. Heten voltunk kint az első két napban. Ezek közül 2 önkéntes tűzoltók, 2 hivatásos tűzoltók, 3 pedig keresőkutyások voltak. Ekkor 3 kutya volt velünk. Óriási szükség volt a kutyákra, ugyanis a katasztrófának ebben a stádiumában már nem voltak abban az erőben, illetve sokszor a lélek jelenlét is hiányzott ahhoz, hogy a túlélők jelezni tudják, hogy ott vannak. A szeretett szolgálat 15 millió forint értékben 4 tonnányi adományt is eljuttatott a helyszínre.